7 civil vesztette életét kedreggel az 1 milliós kelet-ukrajnai Harkivban, miután súlyos orosz légicsapás érte a megyeközpont belvárosának egyik piacát és egy buszmegállót is. Az ukrán belügyminisztérium jelentése szerint sok a sérült. A hatóságok közölték, az oroszok épp a reggeli csúcsforgalom idején támadtak, így a pusztítás mértéke is nagyobb. Az ukrán vezérkar harctéri jelentése szerint hétfőn mintegy 190 szárazföldi összecsapás volt a szembenálló felek között. A kezdeményezés továbbra is az oroszok kezében van. Az orosz hadsereg hétfő éjszaka 32 drónnal támadta Ukrajnát, amelyek közül 29-et sikerült megsemmisíteni a levegőben, közölte az ukrán légierő. Az ellenséges repülőszerkezeteket az ország keleti, középső és déli részén Cserkaszi, Kirovograd, Mikolajiv, Herson, Poltova, Szumi és Dnipropetrovszk megye fölött semmisítette meg az ukrán légvédelem. Az ukrán védelmi miniszter jelentős szervezeti átalakításokba és személycserékbe kezdett a védelmi szektoron belül. Rusztem Umerov első lépésként menesztette 4 helyettesét is. Az indoklás szerint nem volt elég átlátható és hatékony a munkájuk. A védelmi miniszter utasítást adott a védelmi közbeszerzések megreformálására és a védelmi szektoron belüli korrupció elleni harc fokozására is. Az ukrán védelmi minisztérium friss adatokat közölt arról, hogy jelenleg 68 ezer nő szolgál az ukrán hadseregben. A jelentés szerint közülük több mint 48 ezer hivatásos katona, mintegy 5 ezeren pedig közvetlenül a harci övezetekben szolgálnak. Az egészségügyben dolgozó nőknek továbbra is kötelező a katonai nyilvántartásba vétel, amennyiben nem jelentkeznek önként, akár 25 ezer hrivnyának megfelelő pénzbírsággal is sújthatják őket. Katonai feladatokat azonban továbbra is csak önkéntesen vállalhatnak. Volodymyr Zelenszkij elnök legutóbbi videóüzenete szerint egyre fokozódik a helyzet a frontvonalakon, különösen a délkeleti zaporizsiai területen, ahol orosz támadó műveletek várhatók. Az orosz csapatok folyamatosan gyűjtik erőiket, és bár egy teljes körű offenzíva még nem indult el, a helyzet komoly taktikai kihívást jelent Ukrajnának, mondta az államfő. A Vuhledár környéki harcok is fokozódtak, mivel az oroszok igyekeznek stratégiai előnyhöz jutni, ami lehetővé tenné számukra a déli frontvonal erősítését és egy esetleges támadást a Donbass térségében, mondta Volodymyr Zelenszkij. Szakértők emlékeztetnek, Vuhledár védelme kulcsfontosságú, mivel a város elfoglalása megnyithatná az utat Pokrovszk irányába, amely egy fontos ukrán logisztikai központ. Másfél hét múlva ismét csúcstalálkozóra kerül sor a Németország Rammstein NATO légibázison, ahol a várakozások szerint a nyugati szövetségesek újabb nagymértékű haditámogatásokat jelentenek majd be Ukrajna számára, mondta Volodymyr Zelenszkij. Én megmondom ti nektek, onnantól kezdve a hamisság az igazság ruháiba minden házba bejutott. Mesevarázs fesztivált szervezett a Magyar Népmese Napja alkalmából a Prokultúra Subkárpátika civil szervezet. Az eseménynek a Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont. A rendezvény keretein belül szervezték meg immár 8. alkalommal a mesemondó találkozót. Az óvodások és iskolások számára szervezett színes és tartalmas program számos érdekességet kínált az odalátogatóknak. A Csürdöngölő Kulturális Egyesület mesemondói az óvodásokat szórakoztatták, az élőszavas mesemondás szerepéről Kész Margit, a Rákóczi Főiskola docense, néprajzkutató tartott előadást, a kézügyességüket fejleszteni kívánó gyerekek a kézműves foglalkozásokon készíthettek érdekes ajándéktárgyakat. Az egésznapos rendezvényt a Mesélő Bőrönd Társulat interaktív mese előadása, valamint a gyermekek körében népszerű magyarországi Alma Együttes koncertje színesítette. Az alkalom a Határtalan Nyár program keretében a MOL Új Európa Alapítvány támogatásával valósult meg. A mesék a korábbi korok üzeneteit adják át, fogalmazott Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Prokultúra Subkárpátika civil szervezet elnöke.
Én örülök neki, hogy ilyen jól felfejlesztette a Prokultúra Szubkárpátika, meg annak is, hogy az éven már pályázatok alapján a MOL alapítvány és más alapítványok is csatlakoztak hozzá, és így ki tud teljesedni ennek a sok gyerek számára ez az egész nap egy varázslatos fesztivállá válik, hisz lesz itt most Börönc Színház, Alma Együttes fellép, ők is mesélnek, hisz azért jöttek, hogy elmondják az otthon megtanult meséket, és ezzel párhuzamos a felnőtteknek, pedig a mesékről lesz előadás, és felnőtt mesét is fognak hallani, hiszen a mese régen az nem csak a gyerekeknek szólt, hanem elsősorban a felnőtteknek, amikor azokat a munkákat végezték, ami hosszú, unott, rutinos feladatokat igényeltek, azt oldották az egymásnak mondott történésekkel, a fonóban, a tengeri hántáson, vagy lekvárfőzéskor a kavarók, amit elmondtak egymásnak, és ezen történetekben mindig átadták a korábbi koroknak az üzenetét, és sokszor azt gondoljuk, hogy ez egy fölösleges dolog, de hát végül is minden irodalmi mű is valahol egy mese, hisz az is egy kitaláció, és az ember, amikor az élet helyzetébe kerül, akkor pont azokhoz nyúl vissza, amit megtanult. A mesékhez és az irodalmi művek alapján elolvasott dolgokhoz, de elsősorban a mese jut az eszünkbe, mert gyermekkorunk óta azt tapasztaltuk, és a mi tapasztalatainkat itt tudjuk továbbadni. Remélem, mai nap érdekes lesz mindenki számára, hasznos, és még menyasszony és öregkorukban sem felejtik el a gyermekek ezt a napot, és továbbadják a sajátjaiknak, így marad meg a magyar népmese az idők végéig.